Sziasztok! Ebben a videóban a sorozatomnak a második része lesz. Ugye kaptam Erdei Mónikától és Mollitól egy nagy, hatalmas nagy csomagot, és még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek. És most, amit ki fogunk bontani, azok a Snapstars babák. Viszont most csak egyet fogok kibontani. Apu, megkevernéd nekem? Én eddig becsukom a szemem. Viszont, ugye hozzájuk kapunk zöld hátteret, és le kell tölteni egy alkalmazást, hogy tudjunk ilyen képeket csinálni. Én már le is töltöttem, tök mindegy, hogy milyen áruházba, de hát inkább a Google Play-be. Itt van. Nekünk androidos, igen. Így a Google Play-en tudtuk. Ezt most benne hagyod, mert nem... Igen. Oké, okay, tehát itt van az alkalmazásnak a neve, Snapstars Studio. Snapstars Studio app. Ide rá is van írva, ide a neve, hogy mit kell letölteni. Szóval ez kedves számunkra. Mi már le is töltöttük, szóval az amúgy jó benne. Szerintem, apu, meg tudnád nekem keverni a babákat, mivel most egyet fogunk kibontani, én becsukom a szemem. Úgy van? Kész? Ezen az oldalit szeretném. Jó, vedd el. Ő itt az Echo baba. Echo, Lecó. Igen, és a másik pedig Easy. Easy baba. Őt is majd valamikor, jó? Igen. Hát persze, hát nem akarjuk kiközösíteni. Egyébként ezt már Erdei Mónika és Molly is kibontotta, tehát nagyon jó és nagyon jó lett a videójuk. Ti is nézzétek meg. Nagyon szép kék haja van, sárga ruhája, ilyen bundás csizma, rózsaszín karkötő, rózsaszín táska, még egy karkötő van, fülbevalója, és telefonja. Szóval szerintem... Le is veszem. Viszont ki kéne itt őt is szedni, mert ugye nekünk kell még a zöld háttér is. Itt van a zöld háttér, és tartozik hozzá. Ó, és nem tudom, gyárba. Hogy belemondtuk-e, hogy miért kell zöld háttér, és miért kell lap? Vagy én nem figyeltem, bocsi. Bocsánat! Azért kell hozzá a zöld háttér, ha ezt fölállítjuk. Ha ezt fölállítjuk, akkor olyan lesz, mint egy fotószalon. Azon pedig azért kell hozzá, hogy lefényképezzük, és tudunk neki különböző háttereket, hajat, és matricát, sminket rárakni. Szóval most... de fura! De szép, szerintem nagyon szép. A lábukat lehet így hajlítani. Tehát gondolom a fotózáshoz ez is hozzátartozik. Nagyon szép. Most pedig úgy gondolom, hogy ki kéne venni a kiegészítőit. Igazából itt van még benne egy fülbevaló a fülébe. És amúgy nagyon puha a csizmája. Milyen szép szeme van. Ugye? Jól megcsinálták. Ó, van fülbevalója is. Hát én is ezt mondom, apu. Ó, nézd, tud ülni. Hát, már minden baba tud.
Itt van a táskája. Itt van egy karkötő. És a telefonját is ki kéne. Váó! És figyeljétek, ugye néztem a videót, hogy így rá le... Hát, most ez... Semmi. Nem figyeltem. Ja, mozdult a izéja. Viszont nem tudom, hogy kéne rátenni. Ugye megnéztem végig a videót, csak már elfelejtettem, hogy tették rá. Így? Jól teszem rá, vagy? Á, így. Ugye? Aha, megvan. De jó. Akkor ide tesszük az ölébe, ide mellé. És most Nem, hát rá tudjuk tenni. Segítesz? Én lefogom a kezét. Zekó babának a kezét. Rosszul adjuk rá? Hát én lehet, hogy fordítva raktam most. Nem tudom. Hát végül is úgyis mi fotózzuk őt. Igazából igen. Itt van egy használati útmutató, apu. Egy használati útmutató, hú a hátam. Szóval... Ja. Igazából fekete-fehér, de nem baj. Viszont a haját le lehet róla szedni, amit meg is mutatok, mivel hajat is lehet rá tenni. Szóval most ilyen kis kopika. De így is van neki. Hát, yes. Így is van neki, viszont tudunk rá az applikációnak a segítségével tenni rá másik hajat. A csomagot most félreteszem, és izit is. Szóval most felállítjuk a zöld hátteret, hogy arra még rá kell jönnöm. Apu? Én úgy láttam, hogy Molly valahogyan összehajtotta. Hú, hát ő... Akkor ez az én feladatom? Igen. Segítesz. Összehajtottuk nagy nehezen a zöld hátteret, viszont nem tudom, hogy jól hajtottuk-e össze, de emiatt. Szerintem igen. Akkor jó, és most pedig az állvány jön, amit gondolom, hát könnyű, nem? Hát... Ez kell. Vagy... Megnézzük, hogy jól csinálom-e. Valószínűleg nem. Megnézed nekem, hogy... A másik végét. Mutasd, milyen végét? Igen, azt a végét. És itt ezt nem lehet formálni, csak ezt. Aha. Oké, és? Csak hogy tudom így visszaállítani? Hát, végül is meg... Szerintem ezt is lehet dönteni. Ezt is. Lehet, hogy ez a lehet úgy, okés. Nagyon jó. Szóval most beledugjuk itt a fejébe, itt a nyakánál, a hátánál van egy ilyen kurac. Én?
Nem, mert te mindent olyan erősen. Várjatok, mert lehet. Nem, ehhez kell segítség. Csak óvatosan, nehogy valami baj történjen. Veszi? Veszi. Jó, ez tényleg oda kell? Vagy a fejébe, így. Az a hajához. Tudom. Aks. Benn van. Meg kéne valahogy állítani a kót. Hát gondoltam, te majd adsz neki egy pozíciót. Állítottam, nagyjából szerintem egyenesen van, már csak a lábát kell úgy, hát úgy bepasszintani, hogy jó legyen. Itt ezt megtekerjük, hogy stabil legyen. Most lazítok. Aha. Így kell rátekerni. Úgy. És most pedig betesszük a zöld háttérbe Echót. Most pedig lőni fogunk egy fotót róla, viszont be kell lépnünk az alkalmazásba. Gyertek, nézzük. Ehhez kinyomom a vakut egy pillanat. Kikapcsoltam. Oké. Okay. Adjak rá fényerőt? Most adok rá fényerőt, hogy azért legyen rajta, hogy tudjuk látni. Tehát rámegyünk erre, ugye az alapalkalmazásra. Wow, ez tök jól néz ki, bár nagyon a videóban láttam. Mondom, mielőtt copyrightos nem lesz. Itt mutatja, hogy le lehet fotózni. Ugye én ezt már tudom, mert már néztem a videót. Most ki kell választanunk, hogy melyik babával vagyunk. Itt van Izzy. Izzy! Ő itt. Lola. Lola. Ő itt. Yuki, ugye? Igen. Yuki, Lola, Izzy, Echo, mi? Dawn. Dawn. És az? Aspen. Aspen. Akkor ugye Izzyvel játszunk, úgy kell kiválasztani, és most rá kell mennünk. Megemeled a tabletet, és akkor úgy könnyebb. Akkor te is bent vagy. Viszont innen nem látom, most mire kell menni. Ja, most ki kell nyitnom a tokból, mert hát úgy látjuk, viszont apu, így nem tudom lefotózni. Gyere ide hozzám. Akkor várjatok, oda megyek. Gyek, és akkor le tudjuk fotózni, viszont egy kicsikét... Csücs. Oké. Okay. Bocsánat, ha valahogy... Ugye most itt látjuk Echót, rá kell mennünk, hogy green screen, és most le kell fotózni. Ugye, lefotózta? Szerintem igen. Aha. Szóval most itt van a... Visszamehetek? Jó. Oké, tehát visszamehetek. És jó lett a kép? Jó. Ha jól látom. Tehát, ugye, hát én nem igazán látom, az a baj. Így, ha így teszem, úgy látjátok? Mert én így látom. Most kiválaszthatunk egy hajat neki. Itt ugye lehet látni, hogy mik vannak. Mondjuk ez, mert ez szép. Most pedig rákattintunk erre. Csinál valamit? Mit kell nézni? Hát ugye a színét is lehet. Vagy ennél a fajtánál nem? Ja, így itt van, hogy a szín. Ez a barna szerintem jobban passzol Echóhoz, vagy valami kéket, mert kék.
Az így jó. Most a szánsminket is lehet. Így akkor... És akkor változik? Nyomsz még? Ah, tényleg. De jó. Szólj, hogy melyik legyen. Ez milyen? Jó. Vagy ez? Ez szerintem szép. Most pedig kiválaszthatjuk a rúst. Mondjuk ez a rózsaszín, mert szerintem ez illik. Még nyomkodhatsz párat, hogy megmutatjuk, hogyan lehet változik. Amúgy a pirosító az itt van. Ez a rózsaszínes, ez szerintem jó. És most jön a napszemcsi. Itt. Tehát lehet rárakni. Csak le kell kicsinyíteni, ugye hozzá kell formálni. Így. Vagy egy kicsit lejjebb. Aha, így jó. Most pedig ide lehet tenni ilyen föliratokat. Mondjuk ezt, hogy Napstár. Az eredeti logója. Ugye én nem tudom, hogy tudjátok-e, de én mostanában nagyon ráfügtem az ilyen keresztbetételekre. Úgyhogy most úgy lesz. És most jöhet a háttér, viszont az hol van a háttér? Pedig változott. Az nem a háttér. Meg kéne nézni, hogy hol a háttér, mert itt nem látom. Két felirat is lett. Egy pillanat. Hogy lehet leszedni? Nem tudom. Akkor egy kis technikai szünet? Igen, egy kis technikai szünet. Most rájöttem, hogy hogy lehet kitörölni. Kisbaki, nem mentünk rá arra, hogy green screen. Tehát ugye itt nem lehet, mert úgy kell, hogy rá kell vinni oda, ahol alapból is volt. Hosszan kell megnyomni, így el kell mozgatni. Ugye ő itt marad már, őt szeretjük. Akkor ezt most fejezzük be, és akkor próbáljuk meg, hogy valóban zöld háttéren legyen a kamera. Mert lehet, hogy a normálon volt. Azért nem tudjuk választani. Arra kell ugye? Menni? Igen, finished. Finished? És akkor ide szlanszel, vagy? Hát én nem, megmondom, nem tudom, mert amúgy ő. És őt lementette? Igen, ott van. És hogy kell újat? Select doll. Ugye Echo babánk van még mindig. Uh-huh. Ugye erre rákattintunk, most egy kicsit kell várni, hogy betöltsön. Én lefotózom neked. Köszönöm. El kell venni a tokját. Ezt fog, hogyan? Elveszem neked. Csak akkor fotóz le te. Menj rá arra, hogy green screen. Nincs rajta azon, hogy green screen. Most lett rajta azon, hogy green screen. És most rámentünk arra. És most szépen megvárjuk, míg betölt. Fotózd le. Milyen, nem nyomtam rá? Most van meg. Oké. Okay. Megyek. Szóval most rajta van, hogy green screen. Most megvártuk, míg betölt. És ugye itt látjátok, hogy itt van már a háttér is. Lefényképezzük még egyszer, hogy látom, lett árnyék. Ó, ez lehet. Akkor szóval közben csináltunk egy újabb fotót, mert amint láthattátok, volt ott egy kis árnyék, úgyhogy csináltunk egy újabbat, és most be fogjuk állítani a hátteret.
Ugye most így olyan, mintha ott lenne a tengerparton, itt mint egy házba, itt van az Eiffel-toronynál, Párizsba, sivatag. Kérdezhetek valamit? Igen. Ez micsoda? Mit lehet vele állítani? Nézzétek, hogy el lehet tüntetni. Ugye most nagyon akarjuk, hogy látszódjon, viszont így, hogy hogy volt? Így, igen. Oké. Viszont szerintem kéne valami szépet választani, így, mintha átsétálna a mólón, és ugye Erdei Mónika is, és Mollika is így csinálta meg legelsőre, ezt állította be legelsőre, úgyhogy gondoltam, hogy ugyanígy akkor én is megcsinálom. És ugye ugyanígy itt is lehet hajat is beállítani. Ez itt megnézem. Ez jó élénk színű. Igen, azt hiszem Molly is ezt állította be. Pedig ugye a szemsminket beállítuk. Ez szerintem amúgy pont illik hozzá. Ez itt ez a rúzs. Egy kis pirosító. Napszemüveget nem szeretnék rálakni, mert úgy gondolom, hogy akkor elveszik a smink. Ez az alap Snapstar képet, vagy logót fogjuk itt bent hagyni. És egy kis hátteres csillogást is, mondjuk ezt, így. Most pedig rámegyünk arra, hogy lementve, finished. Ugyanez? És elmenteni, igen. Oké. Itt van a... hát most már felejtettem. És itt van a mi. Klassz. Ugye, milyen jó. És hol lehet elmenteni? Úgy, rendesen. Már el van mentve. El? Vagy itt menthet szép, tufón. Akkor szép. Mented a telefonra. Oké. Vagyis a tabletre. Ott van mind a kettő. Akkor tudsz csinálni egy csomót. Igen. Szóval csináltunk egy újabb fotót. És így nézzétek meg jobban. Így olyan, mint a magyar énekesnő Tóth Gabi, már neki is ilyen rövid a haja, csak nem kék, hanem szőke. Szerintük nagyon hasonlít rá. Szóval, még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy kaptam tőletek ezt a nagy csomagot. Nagyon szeretlek titeket, Erdei Mónika, és Mónikától ugye kaptam egy csomagot, már másodjára is. Nagyon nagy csomag volt, és nagyon szépen köszönöm nektek. Ennyi lett volna mára, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok egy lájkot, legyen szép napotok, nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összeset, hogy ne maradjatok le egy videónkról se, és Mónikánál és Mollinál is csináljátok meg ugyanezt, hogy ők is az ő videójukról se maradjatok le. Sziasztok! Én vagyok Tóth Gabi.